Nagy fába vágta a fejszéjét a Kemence Egyesület bábcsoportja, miután Elsővízben szervezett nemzetközi bábos találkozót az elmúlt szombaton. Az Arany 17 rendezvényközpontban megteremtett eseményüknek ezért is adták a Határtalanul címet, ezzel is utalva a felvidékről érkezett meghívottakra és a műfaj jól kiaknázható lehetőségeire. 96 fellépőnk volt, viszont az összlátogatottságunk meghaladta a 150 főt, úgyhogy azt hiszem, hogy első szervezésnek, első rendezvénynek egy nagyon sikeres báb találkozót tudhatunk magunk mögött. Két célzattal is rendeztük meg ezt a bábos találkozót. Az egyik célunk az volt, hogy mi magunk megmutatkozzunk, hogy mire vagyunk képesek, a mi bábosaink mire képesek. A másik cél pedig az volt, hogy toborozzunk még bábosokat, hisz nem is kell mondanom, hogy egy bábnak micsoda fontos szerepe van ebben a mai virtuális világban. A gyerekek kifejezhetik önmagukat, belebújhatnak másnak a bőrébe, nagyon-nagyon nagy fejlesztő hatása van. Tehát ezzel a két célzattal rendeztük mi ezt a mai eseményt meg. A házigazda Szőnyi Egyesület berkeiben működő négyfős bábcsoportot Lovászné Vas Andrea vezeti, aki darabjaikhoz bábokat is készít. A Szőnyi gyermekformáció azért is különleges, mert egyesületi támogatással működik. Ők is bemutatkoztak. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre. Ez egy négyfős bábcsoport. A legkisebb tagunk 5 éves. És ez a négyfős bábcsoport egy 35 perces műsorral állt elő. Ez a csoport az idén februárban alakult, és azóta több mint 20 fellépésen vagyunk túl. Tehát nagyon ügyesek ezek a gyerekek. Ők voltak a legizgatottabbak, nagyon izgultak, hogy fognak szerepelni, hisz a többi bábcsoport iskolában működő, iskolai szervezősi bábcsoport, 18-25 fővel működnek, tehát számunkra. Ez még nagyobb kihívást jelentett, hogy le tudja kötni egy ilyen kis csoport a nézőközönséget. Felléptek kistérségi és felvidéki csoportok is, akiket egy mesetarisznyával és egy műsorszámmal is megleptek a vendéglátók. Vadkerti Imre, Sipos Dávid és Zsapka Attilának a triója fog koncertet adni most a gyerekeknek. Azért esett rájuk a választásunk, mert nagyon régi barátok vagyunk, és hozzánk nagyon közel állnak, különösen azért, mert Vadkerti Imre az idei évben egy nagyon elismerő kitüntetést vehetett át a parlamentben. Határon átnyúló ez a bábcsoport találkozó, de evidensnek tartottuk, hogy az idei évben egy felvidéki zenekar szórakoztassa és zárja le ezt a csodás rendezvényt. Melynek bizonyára lesz folytatása, hiszen ezt az igényt kérdőiben is leszűrték. A hagyományteremtő eseményt az NKA támogatta. Mondjad azt, hogy Ágnes újonzint a mondjad azt, hogy Ádám egér fut a mondjad azt, hogy Nica nyávok szvinta mondjad azt, hogy Ábel nyúlik pinta Ábel. Aki itt ma látott és nyert a produkciókból, és úgy érzi, hogy szeretne kapcsolódni a Szőnyi Egyesület bábcsoportjához, hogyan teheti ezt meg? Nyugodtan írjon a Facebook oldalunkon, keressen bennünket, vagy pedig a Kossuth Lajos utca 85 szám alatt a Kemencés házban minden szerdán 5 órakor van a próbánk. Szeretettel várunk minden érdeklődött. Ha valaki csak eljön megnézni bennünket, tegye azt, lehet, hogy pont ott fog kedvet kapni, hogy neki álljon bábozni.